Sziasztok, kellemes időtöltés nektek! Én is kellemesen töltöm az időmet, végre egy kicsit elszabadultam a telephelyről, egy rövid próbaút erejéig, mert hogy egy Ford Focus-szal jöttünk el kipróbálni, megnézegetni. 2008-as évjáratú a járgány, amivel beültem, és egy nagyon szép mesemetál kék színű, hát majd mindjárt megnézzük, nézzük, mi az a mesemetál kék. Az autónkban az 1.4-es 8-al lovas benzinmotor dolgozik, amit meg is fogunk nézni, mert hogy mindenképpen meg szoktuk ugye hallgatni az autóknak ugye a motorjait, hogy hogy dolgoznak. Már is kiveszük a másik kulcsát is, az egyik ugye nagy kulcs, a másik a kisebbik kulcs, ugye ennek van csomagtérnyitója is, záródj be, ja ez a hátulja, ja jó, oké. Ezzel zár, ezzel nyit, úgy, és akkor gyújtásra tesszük az autónkat, hát kihasználjuk a kontrollámpák, ugye volt itt ugye ABS menet stabilizátor, ami kialudt, a olajnyomás töltésjelző is szintén a motorcsekkel együtt, úgyhogy ez szépen rendben is van, ugye behúztam a kéziféket, ezt látjuk még. Van az autónkban egy tempomat, ezzel be tudjuk kapcsolni, ki tudjuk kapcsolni, innen pedig tudjuk ugye szabályozni a tempomatunkat, van benne komputer, lehet nézegetni ugye majd a fogyasztását, van kettő darab elektromos ablakunk, így ez is működik benne, és kettő darab tükör jobbra-balra, ami szépen megy egyik, másik, és mind a kettő megy jó. A kormány az egy ilyen bőrbevonatot kapott, és ilyen kis króm díszítő elemekkel van, ez megspékelve. Kulcsokat mutattam, van egy CD rádiónk, ez szól is. Az önkormányzatokkal kötött megállapodások alapján. Meg vannak állapodva most ők. Hoztok majd CD-t, benyomjuk, és akkor meghallgatjuk, esetleg, ha kíváncsiak vagytok rá. Két oldalra digitális automata klíma, lehet ugye szabályozni innen is, vagy esetleg a másik oldalra nem annyit. Ez a hátsó szélvédőfűtés, az ötös váltó, a króm díszítésekkel ellátott kis szoknyás váltó rudazat, ezen kívül a kéziféken az autónak a dokumentációja, ablakokat, tükröket kipróbáltuk. Na nézzük akkor meg kívülről a mesemetál kék fókuszt, ami ugye 5 darab ajtós, gyári Ford emblémás, nagyon szép felni van rajta, az oldalán pedig egy Eco Sport felirat, tükörindexes, ködfényszórós, világítanak is a lámpák rajta, szélvédő és a fényszórók, meg a ködfényszóró is mind teljesen tökéletes, egészséges, hibátlan. Azt mondja, hogy itt egy alvásszám, itt pedig a kulcsom, amit ahogy kell, ugye a Fordokat úgy kell kinyitni, hogy bedugjuk, el kell fordítani egyet balra, meg kell fognunk egy picit, aztán jobbra, és így ki lehet nyitni. Hát ez a hangélmény fog fogadni mindenkit, két dupla vezérműtengelyes. Ott a víz rendben van. Hát ezt fogjuk látni, ezt fogjátok hallani. Akkor megnézzük a többi részét is. Szépek a felnik az autón. Éppek a lökhárítók, nincsen lesodorva, parkolási sérülés mentes. Már ki is nyílott. Ledönthetők az ülések. Ezzel a kis karral meghúzzuk, és le lehet dönteni az üléseket. Alá nézve pedig, itt a plüss alatt pedig defektjavítót látunk, ott a kis habocska, itt a kompresszor, és még tettek bele még egyéb más dolgokat, és a gazdája benne hagyta. Itt pedig látjuk, hogy egészséges a fenéklemez, teljesen rendben is van ez a része, be is csukhatjuk. Ez pedig megtartotta, és még ő is világít, jó. Tulajdonképpen nézzük meg akkor a hátsó üléssort. Azt mondja, hogy szép kis kék csíkos, szürke kék csíkos fejtámlákkal, és benézzünk ide balra, ott a légzsák felirat, és itt is légzsák felirat, úgyhogy elől oldalt és függöny légzsákos az autónk. Na hát akkor így néz ki ugye a járgányunk. Nézzük meg menet közben is, hogy viselkedik. Bekötöm magam, és akkor mehetünk is itt körbe-körbe egy kicsit. Kézifék. Menjünk egy kicsit hátrafelé, hát ha
szükséges. Jó a bőrkormány fogása, és ugye jó, megnézegetjük, akkor ugye nem egy elkopott kormányt nézegetünk. Ő is teljesen normális, szép állapotú különben. Kör. Mehetünk. A fűtés hát nagyon jó benne, ugye most már üzemi hőfokon vagyunk, ott mutatja a hőmérő, szép középre oda beállt. Üzemanyagból nincsen sok, egy negyedéig van. Mint látjátok, egy ilyen kis kromdíszítésű keretek közé van foglalva az összes műszer mutató. Gyere, légy szíves, elengedlek. Szélvédő rendben van, szintén nincs rajta kavics, tiszta, áttetsző ő is, és a tükrök is gyönyörűek, és fűthetőek is. Nincs beállítva az óra, ennek se 20 óra, 2 perc, hihetetlen. Na. Mehetünk vissza. Jól megy ez. Jó a fék is. Ugye ebbe cigizni nem nagyon lehet, nincs is benne még szivargyújtós, se gondolom, csak töltére használták. Nincs kiégetve, kellemes illat van benne, az ülések normális, jó állapotban vannak. Innen nem jön senki. Csendben, csendesen megy. Közben tempomatozok, nézzétek csak, elengedtem a gázpedált, ugye? És szépen ott tartja ezt a 45-tel megyünk körülbelül, íme. Működik benne a tempomat is, az autónkban helyesen, rendesen cselekszik. Amint rálépünk a fékre, akkor ugye ez a kapcsolat meg fog szűnni, és már is lelassítottunk, mert hogy meg is érkeztünk. Hát ide kell jönni majd, ugye az M3 autóparkba, ahol ezt a Ford Focus majd meg lehet lesegetni, ki lehet próbálni. El lehet dönteni, hogy ez lesz-e a következő néhány évben a párunk. Autó szinten. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Gyertek el hozzánk a kereskedésbe, az M3 autóparkba. Lessétek meg ezt a Ford Focus, legyen a tiétek ez a masina. Köszönöm szépen, hogyha nyomtok egy ilyen kis jelet a videó végére, és legyen további szép napotok. Sziasztok, a viszontlátásra!